ajándékra. Na azt is le lehet venni. Hát azt is le lehet venni. Be lehet venni. Így is. Köszönöm. Tessék, olvasni, és szeretném. Nem tudok köszönöm, hogy gyorsan. Köszönöm, hogy kell. Más otthon nem tudjuk. Más otthon nem tudjuk tenni. Kis van itt. Amúgy a tesszük a konnektorba. Jó? Most már videóval alatt vagyunk. Figyeld, jön a kívülcsak. Együtt a kártyapart, itt Baváskát ünnepeljük, Nellikének a neve napját ünnepeljük. Jön szóval szépen a szívülapját. És a Kornélia után jön a születés. Na! Igen, itt van is születés. De régen úgy volt, hogy jött a születésnap, és itt a márciusban, és egyébként volt Kornélia. És nem tudom, hány éve, talán 10-12 éve, hogy átkerakadtam. Úgyhogy úgy voltam rögönyödve. Igen, a régi világban úgy volt, hogy amikor született a baba, a következő névnapot adták, hogy neki általában. És mit gondolsz az én édesapádnak, hogy szükszik? Fogalmam. Vitusra. De hogy hozták jársuk? Vitus. Vitus, úgy is hittem. Már nem szerint, akkor született. És ez sokkal olcsóbb volt, tehát akkor arra is kell gondolni. József napján születni, József. Egy születés egyét, Én Vanda napján születni. Milyen? Vanda. Azért Vanda. Azért Vanda. Azért Vanda. Azért Vanda. Én meg Enikő, de akkor mi volt? Nem tudom, mert még Enikő nem. Nem volt. Én meg Mátyás napról, de nem volt. Marika, miért? Én érzik. Mondom, ki kapta szabad ki gyors legszebb lányát, egyből. Csak megtaláltak, a szabad ki. Elmondom, a szabad ki. Nagyon, nagyon. Ugye? Hát így gyönyörű. Hát ez egy valóságos nagy szívés hogy beléptek. Gabi, erre röhög, Emese, erre röhög. Gabi haverjai, itt voltam, akkor Emese munkatársai, ott voltam, és akkor egyszerűen nem bírták beállítani a boldogságot, hogy olyan örülnek. Na értem, csak hogy azért kicsit az gyönyörűen megterítve Susiéknál. Úgy tudott beszélni Gabi, azokkal. Ja, úgy, te mindig azt mondtam, hogy Gyöszi bácsi, hogy csöpikém. Igen. Csöpikém. Hát itt emlékszik a Gyöszi, hogy édes is vagy, Istenem, Istenem. Istenem, de édes. Nekem most a kis feje, be volt a karva. Gyönyörű. A háta be van? Háta be van a karva. Misod a kis kerek fej. Én most fürödtem. Jaj, de ezt nem néztük. Ezeket nem, csak a videó. Gyönyörű. Nem néztük. Na, majd ezt, Istenem. Akkor csak, mindjárt csak átszaladtunk rajta. Majd csak átszaladtunk rajta. Bifokális. Nekem is volt. De ott van a... Hol van a kabátjában van. Na, kabátjában. Van. Nem látom. Na, Nellike. Itt a kis mennyasszony. Láttam már, hogy és gyönyörködtem bele, gyönyör. Csak az, hogy melyik színésznőhöz, nagy színésznőhöz hasonlít. Jaj, de gyönyörű. Nem tudom, de... Barna színű a kabátja Nellikének? Nem, hanem sötétkék. Sötétkék a... Stepper. Műanyag. Gyönyörű. Az atyám volt a kórházban letekővel, és elhajtották, de aztán újra mentem, lehet, hogy újra menni kell. Akkor, amikor temették Marika nénét a múlt héten hétfőn, akkor este be is kellett vinni. Jó, de vitte az is sokkal külön mindez. Begörcsölt, ugye? Igen. Jaj. Melyiket nem láttam? Hát innentől kezdve. Hát innen, innen stelzett. Kis Klári? Igen. Nagyon édes. Hiába is tagadja. Ő tagadja. De a másik kulcsúva kezdődője. Öröm apa. A két öreg. Itt megint a szemüvegem nincsen, mert akkor megint kellene bemegyni. Milyen szép volt életben. És ezeket, ízeken még szép volt.
mert igen, még csak valahogy nagyon meg úgy természetes. Igen, igen. No. Micsoda szép mosoly, nézd a gyerek, azért hasonlít. Ugye, hogy hasonlítunk egymásra? Jaj, de gyönyörű. Gabi van a fiatal? Ha persze, ez csupa tervez. A mosoly meg a hajtán. Már itt a képen is megállapítottam. Jaj, tusi! Melyiket nézd? Csodálatos. Hát csodálatos. Melyik szép is lehetős. Ennyi képet csinál. Egy csinált első. Hát a rokonságban a hátabban. Nézd, ennyi kép. Ez most a vén arcom, ahogy a kintra, és ez a gyönyörű. Itt van a tavalyban, és tavasztalunk, hogy tudottam, hogy tudottam.